táncolok, hogy mondjam. Jó napot kívánunk mindenkinek, köszönjük szépen, hogy ilyen sokan itt vannak, itt vagytok. Sajó László Aszfaltlángyal című könyvbemutatóján. Én nekem külön a megtiszteltetés, hogy beszélgethetek a szerzővel. Jánosi Lajos vagyok. Laci, neked nagyon örülök, hogy itt vagy. És én is köszöntöm mindenkit. És hát egy olyan feladat előtt állunk ebben a könyv, ennek a könyvbemutatónak az esetében, ami nyilván mindannyiuknak volt már a kezében, vagy a legtöbbjüknek ez a kötet. Nem pusztán és nem kizárólag egy éppen aktuális, nagyon idézőjelben mondom, hogy szöveggyűjtemény van a kezünkben, nem egy olyan verses kötet, amiben a mindösszesen vagy pusztán a versek között érdemes közlekedni, hanem egy nagyon erős vizuális felülete vagy elbeszélése is van ennek a könyvnek. Fényképeket és festményeket is fellapozhat az olvasó. Azon töprengtem, amikor erre a beszélgetésre készültem, hogy mennyire gondolkodói az ember a befogadói képessége, tehát hogyha ki képet lát, akkor rögtön elkezd spekulálni és megpróbálja megfejteni, mint egy fogalmi alapon próbál valamilyen jelentést kölcsönözni a képeknek. És ebben az esetben ugye az a, vagy minden ilyen esetben, amikor ilyen kortárs művészeti formák párbeszédéről van szó, hogy a feloldások, vagy a lehetséges továbbfejlesztések, azok ugye nem fogalmi nyelven zajlanak, hanem költői nyelven. Tehát el kell, hogy engedjük azokat a kinek-kinek meglévő berögződtségét, vagy zsánereit, hogy rögtön egy szinopszisát adja egy műnek. És ebből adódóan azon is töprengtem, hogy alkotói értelemben ez hogyan jön létre egy ilyen helyzet. Amikor Sajó Lacival csináltam egy interjút erről a könyvről a Literában, akkor ő rögtön az egyik kérdésemre azt válaszolta, hogy a kötetnek a struktúrája, vagy a tagolása az gyerekkori szövegekkel kezdődik, hogy ő mindig a gyerekkorból indul el, tehát hogy minden kötetének az első fejezetei, vagy az első parcellája az végül is a gyerekkorból indul. A kérdés arra, abba az irányba mutat, mert hogy ez ebben az esetben is így van, de hogy azok a képek, azok a fényképek, amik megjelennek, azok milyen vizuális bejáratot jelentettek az életednek, már nyilván nagyon sokszor bejárt, és nagyon nyilván végsőkig maradéktalan megismerhetetlen, de mégiscsak eléggé anyanyelven beszélt világába. Tehát mi volt az a mandiner, amit adtak ezek a képek, vagy egyáltalán ebben a fejezetben mik a képeknek és a szövegeknek, a verseknek a viszonylatai? Mármint a gyerekkor? Igen, igen. Hát ilyen minden egyes, minden könyvben valóban első ciklus a gyerekkor, de igazából az egész könyv arról szól, sőt az egész hát életművében az nincsen. Helyesebben még az lesz. Úgyhogy arról szól, itt a kb. 9-szer írtam ezt meg, amikor engem bezártak a csímmel együtt, persze kihagytam, ami persze nem igaz, azt mondják a legendárium, de hát ő végül is ez nem is számít, amikor is elmentek a bálba, ugye el szüleim, és akkor én ott voltam, ezt írtam meg, azt mondom, majd elmondom ezt a verset, és van egy kép, kint van a kirakatban is, Nádas Péter bezárt kisfiú című képe, tehát ez
ez, hogy mondjam, nekem csinálta a képet, és ehhez próbáltam szöveget írni. Egyébként zárójelben nem volt nagy, túlságosan nagy affinitásom és véleményem arról, hogy képekhez írunk szöveget, mert most mi? Kép ott van, és akkor meg kell hozzáírni. Ez ugye mostanában divat volt, kiállítások, költők írtak. Tehát Istenem, hogy ott van messze egy napraforgó, akkor most én azt most mit tudok azt hozzátenni. És aztán arra jöttem rá, hogy tudok. Például, amit hogy úgy gondolom, és akkor erre például ez a fénykép, a Nádas Péter képe, ezt megint 9-szer mondom, kihozhatod belőlem ezt a feldolgozhatatlan traumát, de hát ez erről szól. Hogyha nem lennének ugye képek ebben a könyvben, hanem ebben az értelemben egy hagyományos verséskötet volna, akkor bárki bármit gondol, hogy nagyon sokféleképpen lehet gondolkozni, akár szerzőileg, akár olvasóként a költői inspirációról, abban azt hiszem, hogy sokan egyeznek, hogy vannak olyan, tehát hogy alapvetően pillanatfelvételek, ebből indul el egy költői gondolat, és ezek a pillanatfelvételek bármilyen napi tapasztalatnak a részei lehetnek. Itt a fénykép esetében szintén egy pillanatfelvételről van szó, csak az egy keretet kap, és ebből adódóan nyilván megemelkedik, és egy kompozíciós helyzetbe kerül. Milyen mennyiben más az utad ezekhez, vagy mennyiben más a szerzői út, vagy a párbeszédnek a lehetősége egy ilyen képhez? Ahhoz képest, hogyha mész az utcán és látsz valamit, és az nagyon erős, azt hazaviszed és az elindít valamit. Ezek a képek viszont, ha jól tudom, ezekhez a képekhez hosszabb utat vezetett. Tehát, hogy sokáig hordtad magadban, sokáig voltak előtted, sokáig rendezgetted őket. Hát igen, kim voltak a falon, a képek keretébe tűzve, a fényképek, meg a képek. Ő például Nádas vadkörte fáját, azt azóta akartam megírni, amióta láttam a mai Manóban. Volt az első kiállítás, aztán a PIM-be, aztán egyszer eltűnt, és maradtak a könyvben megjelent képei. Igen, ott voltak, és vittem őket, és én néztem őket, és nem jutott eszembe semmi. Aztán egyszer mégis nem találtam például a Nádas képéhez a formát, aztán megtaláltam a haikot, ami ugyanolyan pillanatfelvétel lenne szerintem, mint a fénykép, amelyet nagyon érdekel, hogy egyszerűen csak fényképez, persze fogalma sincs, hogy mit, de hát én pedig, tehát azt mindig elmondom én szerintem. Már mondják is, hogy az itt és most egyben jöv a kurzival, hogy leírni, az nagyon nehéz, és a fényképész ez egy kattintással megoldja, miközben, hát vannak olyan képek, kertész képei, tehát hogy nem lehet tudni, hogy mi van a képen. Elsőben megfejted te, és mindenki másképp érzékeli. Ott van, hogy a nagyítás, mindenki emlékszik rá, a holttest,
bokorban zúgnak az ott bokrok, és akkor most mi van? Mi történt? Nem tudja senki. Ott van egy kép. Azt meg kell fejteni. Így próbáltam én is ezeket a képeket, amik tényleg csak úgy volt, hogy megvettem egy két tényleg rendezőlapon, képes lapon, és akkor nézdegeltem. Addig nézdegeltem, amíg írtam ilyen sort. Igen, de ezzel együtt azt hiszem, hogy van valamennyire lehet különbségeket tenni, mert az elmondottak alapján is a képek és a versek viszonyára nézve, mert anélkül, hogy ismételnénk önmagunkat, hogyha ebben az összefüggésben visszanézem mondjuk a gyerekkor időbeli rétegrendjét újra gondoló vagy feltáró verseket, akkor azt gondolom, hogy ahhoz más volt a viszonyod. Tehát amikor egy ilyen kisfiú kép van, akkor az talán másképpen szólított meg, tehát az a fajta itt és most, és az itt és mostba foglalt időrendek, időrétegek, azok másképpen tárultak fel, vagy másképpen kellett találnod fogást rajtuk, akár ha azt gondolom, hogy talán közvetlenebbül, vagy kézenfekvőben, mint mondjuk a Nádasnak a körtefájához. Igen, itt megmondom őszintén, két dolog volt, tehát néha csaltam, néha a fénykép az illusztráció, tehát például a nagymama van benne, ugye hát mennyi, kettő nagymama vers, ott Nádas Péter képei, tehát persze hozzásegítettek az inspiráltak, de hát hogy mondjam, tehát meg volt a vers. Ugyebár azt hiszem tavalyi könyv Rakoszki Józsának a Fortepánja, amely vers, kitűnő versek, a Fortepánon talált képekre íródtak. Én viszont például a ház ciklusból van, amit írtam, ahol eddig laktam, most levettem, tehát levettem, vagy találtam a például pont a Fortepánon képeket, amelyek illusztrálták ezeket a verseket. Tehát azokat én megírtam. Tehát itt ez egy ilyen oda-vissza dolog volt. Ami abszolút inspirálta a Nádas ugye sorozata, vannak még a könyvben ugye a Szűcs képek, Göncz Erzsébet képei, amelyek abszolút letaglózóak voltak számomra, és teljesen éreztem a rokonságot, hogy mondjam, amit én próbálok csinálni. És azt hiszem ez a kulcs szó, hogy azok a képek és művészek és művek, amelyek azért átfedés. Na akkor most szerintem nem illusztratív jelleggel, de olvas fel valamit, amit kigondoltál. Már kigondoltam és már meg is írtam, úgyhogy. Mondt, nem vagyok egy szavaló művész, úgyhogy hát először is a címadó mondanám el, amely nem túl szerencsésen a kezdővers. Ez inkább olyan, mint hogyha a krimibe közölném a első oldalon, hogy ki a gyilkos, de aszfalt adja az a címe, mert
majd ugye az első versnek is. Azt mondta angyal, a járda Budapest 6. kerület Bajza utca 39, körben karcolt, eltűnt. Alnak. Az első cigit a teraszon, az ég, a felhők esik, a falon lombárnyáték, nem alszom, a hamutartóba a csik, szememben a forgalom, angyalt kerülök, utolér egy felhő, nem számolom az autókat, és ez a szél így nem jön szembe sohasem. Elkezdődik, ami már megint, minden úgy, ahogy csak te nem, a következő pillanat rám tekint, megyek, hova is, ahova, nézem járdán az árnyamat, galamb lebben, de nem, csoda, az aszfalt angyal szányra kap. És akkor azt a bizonyos említett bezárt kisfiút, tehát Nádas Péter fényképe nyomán, mottók, megütötted magad, fiam József Attila, a férfi fáj benne, s zokog a gyerek, Szabó Lőrinc, mint kisgyerek sír, de ez karésbe Pilinszky János. Tapogatók forró a vörös cserépkályha, befűtöttek, mielőtt elmentek a bálba. Nem mondták, elmennek, nem mondták, tudom hova. Az ajtót nyitva hagyták, sötét a nagyszoba, ujjam dugom a résbe, rángatom, nem tárul, egy fényszilánk sem válik le a palettáról, alul nyitom, de felül is beleteszelve, reménytelen nézek fekete mennyezetre, ha az asztalt ide tolom, és rá a széket, akkor talán elérem, de leesek, félek, beütöm magam, ne jegy meg, semmi baj nincs, ha függönyön másznék föl, leszakad a karnis, a konyhában a forrós parheltől a konyha, ruha beleesett, füst a szenes karna, nincs ablak, a spájz kis ablaka, a magasan van, most mi lesz, hogy elmentek, itt hagytak magamra? Üres szobátokban a behajtható szárnyas, tükör végtelen, sötét, fekszem az ágyban, középen, köztetek, lapulok észrevétlen, hazajöttök, nem találtok a teszkorésben. Mielőtt felolvastad ezeket a verseket, akkor utaltál arra, amire én is ki akartam volna nyilván lyukadni szintén, hogy ugye a fény, nagyon erősen a fényképekről beszéltünk az elején, vagy a beszélgetésünk első felében, de a festmények szerepe hasonlóan hangsúlyos, és a Szűcs Miklóst, a Lóni szerzőbetet említette, de hát a Szűcs Attilát is hozzá kell tegyük természetesen, mert ő is főszereplője ebből a szempontból a könyvnek. A festmények, tehát ez a képzőművészeti gondolkodás, a festői gondolkodás, az mennyire másképp, tehát ezt meg tudod-e különböztetni, vagy tudsz-e valamilyen segédegyenest adni, vagy gondolkodásra való spúrt adni arra, hogy mennyiben különböző, ahogyan egy festmény megszólít, tehát ugye mégiscsak más a vizuális nyelve, teljesen másképpen újraalkotott világ, nem egy pillanatnak egy perspektívából elkapott és aztán keretet nyert formája, ahogyan a fénykép,
egy más a valósághoz mégiscsak egy más viszony van. Na most ugye itt áttételes az egész, mert aztán erre születik egy vers, tehát egy alkotásra egy másik alkotás. Tehát miképpen lehet ezt egy kicsit úgy közelíteni a verseknek ezt a fajta háttérvilágát, vagy hinterlandját, hogy ez hogy zajlik le benned? Erre mondtam, hogy nem volt számomra egyértelmű, hogy most akkor verseket írnak már egy készülő alkotásra, tehát mondhatok, és elolvasom ezeket a verseket, mert őszintén nem adtak többet a képhez. Gondolom, így vannak az én olvasóim is, amivel semmi baj nincs. Nekem adtak többet, hogy ezeket én megírattam. Még ebben a kötetben nincsen benne, de Gulácsival is nem tudtam írni róla, de hogyha róla írsz, akkor a képeiről is kell, és akkor ugye az elmegy úgy intézett a képek, és akkor ez egyszer összejött, és akkor tudtam írni, vagy a Van Gogh képeiről, ami szintén az ő sorsa, és vagy mondhatnám Csontváryt, aki őszintén. Hát itt a képek ott vannak, de közben pedig abszolút én próbáltam azt, amit én gondolok. Tehát, hogy... Egyébként ugyanúgy ezek elrugaszkodási pontok? Ezek, már mit, hogy... Hát ezek a képek, amiket amiket... Hát inkább nem el, inkább becsobbanási pontok lennének, vagy tartkő, hogy tehát én nem elrugaszkodni akarnék, hanem belehelyezkedni az ő hát ezt én csinálom sokszor, tehát hogy más Gulácsi vagyok, vagy nem tudom ki vagyok, tehát ezt csak így tudom megcsinálni, vagy megoldani, hogy és ez a óhatatlan, hogy akkor meg kell nézni minden képét, meg kell próbálni elolvasni minden egyes róla szóló albumot, monográfiát, és akkor ebből lesz egy vers. Jobb esetben, vagy rosszabb esetben. Jó, tehát akkor a végeredményben azt lehet mondani, hogy különösebben nem fontos, vagy nem érdemes itten azon spekulálnunk, hogy melyik műfaj hogyan szólít meg téged, mert ugyanúgy vagy ezekkel, mint ahogy egyébként a költészetedet végigkíséri az, amire itt már utaltál is, tehát hogy nem tudom, egy csomó olyan József Attila vagy Kosztolányi palimpszesztus van, amikor egy József Attila vagy Kosztolányi verse vagy motívum jön, és akkor az ugyanúgy játszódik tovább benne. Tehát erre neked van egy antennád, ami ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy nem nagyon érdemes töprengeni azon, hogy ez mennyire egy vizuális megszólítottsága, vagy egy másik nagy jelentős szerzőnek vagy költőnek a szövegét jelenti. Tehát a tovább gondolásnak és a további írásnak a lehetősége az, hogy folyamatosan egy nyitott horizont. Igen, itt ebből a szempontból nincs különbség költő, festő, fotográfus sorolhatnám szobrász között. Tehát itt inkább az a politikai kérdés, hogy mennyiben hasznosítható, használható, mert mennyiben egyáltalán, hogy egy másik alkotás, mások ismét műalkotásra ösztönöz, vagy nem tudom, csinálsz, hogy ez mennyiben lehet te magad, tehát, hogy a másik
Én hát most nem, hogy mondjam, tehát én írtam már x évebe, tehát úgy tudom ezt, hogy másoknak a bőrébe bújva, és olyan szempontból nincs különbség, hogy most József Attilát írom, meg az elképzelt elmegyógyintézetbe, ahol került volna minden bizonnyal, hogyha túléli, amit nem ér túl, vagy pedig Gulácsi, megírom a tényleges elmegyógyintézetbe, ahol voltunk, nem tudom, 32 évig, tehát nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre. Van egy nagyon, nagyon sok érdekes pontja van a könyvnek, amit mondtam, most abban az jutott eszembe, és ez a képekhez és a festményekhez való viszony, vagy a fotográfiákhoz való viszonyt is talán érdekesen árnyalja, hogy van egy nagyon hosszú, érdekes, sodrású, lomtalanítás élményű verset, ami alapvetően azzal a nehézséggel, vagy azzal a problémával küzd, hogyha itt sétál az ember, és ki vannak szórva ezek a tárgyak az utcára, nagy halomban már egy egységes szemét, hegyet jelentenek, de hogyha... Nem sokára már októberön, úgyhogy... Igen, tehát ez újra az időt Kánoán, itt. Kánoán. És hogy a megnevezésnek ez a... mondjuk ez a fordulat elkoptatott, tehát hogy a megnevezésnek a nehézségei mit jelentenek, hogy valójában ott tényleg a nem is a hagyományos, vagy a sokszor olvasóilag elgondolt költői képzelet kerül kelepcébe, vagy nehézségekbe ütközik, hanem hogy konkrétan, szinte tárgyszerű voltukban a megnevezésnek, a szótári értelemben vett megnevezésnek a problémája merül fel, hogy mi az, amit látsz a szemed előtt. Szóval, hogy mondjam, ez a... És ebből aztán egy ilyen taxatív sorozat következik, tehát végeredményben egy ilyen különös, mondjuk a régi antik szövegeket is idéző enumeráció, tehát amikor megy az ember az utcán, és megáll valami tömeges jelenlét előtt, hogy mi micsoda. Tehát ezeket a portjáidat, meg ezeket a tapasztalataidat, ezeket most már szisztematikusan gyűjtöd, vagy pedig ez is mindig a szó költői értelmében esetleges, tehát ilyen találkozások, és aztán vagy így lesz, vagy úgy lesz. Hát, hogyha kipakolják, én nézem, hogy melyik kerület, és a többi követem. Na jó, hát azért nem síros. Egyszer már megírtam többször, de hogyha ott kirakják a fölkerülnek a pincék, és akkor még érzed a pincének a tok, mi van neki? Így. Akkor az akkor én tényleg fogom, és akkor írom elmegyeket, ugye csak úgy működik, mondta taxatíve, tehát hogy akkor fölírom, hogy mikro, izék, kidobva, zsák, amit meg tudok nevezni, de amit nem tudok megnevezni, és akkor itt van az egész, hogy ahhoz nem kell egy lomtalanítás, tehát kimész az utcára, itt látod azt az utcaképet, és akkor mosolnak a fényképek, nem tudod megnevezni. Vagy, hát ha meg tudod, nem, akkor királyság. Tehát, hogyha ezt elkapod, vagy mint cementes zsáknak látszik, de mégse az, tehát ott van ez a vers, ez nagyon hosszú, majd nézzétek meg, hogy nem. Tehát ez pont arról csődről szól, hogy nem. Tehát oda van kirakva, és akkor hajnalban beindulnak a gépek, és el akar egy gyermek. Mint ha ott se lett volna. Most ez kb. Az politika. Ez elég szóval egy ilyen felemás
hangulatot, meg olvasatot jelent ez, mert egyszerre jelenti azt, hogy van egy otthonosságod ebben a megnevezhetetlenség világában is, ugyanakkor mégiscsak van egy olyan érzés az embernek, hogy olyan világok jelennek meg, és olyan világok rétegei tárulnak fel, ami valamilyen módon mégiscsak az otthontalanságnak az érzetét keltik, abban az értelemben, hogy mondjuk ha egy ilyen külvárosi elhagyatott vasúti állomáson vagy, akkor azt pontosan érzem, hogy ez egy mennyire belakott vidék. Itt pedig van egy ilyen ellentmondásos érzésem, hogy megvan ez a vonzalom a világnak ilyen volta iránt, és ugyanakkor pedig zavarva vagy. Tehát itt érzékelsz valami változást, vagy tulajdonképpen ez nem szokatlan, ez teljesen bevett, és számodra semmiféle hőkületet nem jelent. Mármint a komfort? Tehát az, hogy tájékozódni tudsz-e egy tárgyi összességben, ami most itt a szemétegyeket jelenti, vagy pedig már kimaradnak bizonyítól. Jó, hát ez nyilvánvaló, hogy ez is egy szerep. Tehát, most a gyerekkorom vissza, hogy nekem jobb gyerekkorom nem volt. Hát illetve aranykor volt, édem volt, ezt már megírtam. És akkor miközben ilyen verseket írok, hogy nem szegény, hát, tehát miközben ott vannak a traumák, és ugyanígy tesz egy költő hazudj, hogy miközben non-komfort, tehát szorong, persze, az megvan, de közben leírja a szavakba. Rímek, szófasz, rótakszám, tehát baromi otthon van, pontosan azért írja le, én például, hogy ezeket azért, hogy mondjam, magam számos elsajátítsam, tehát kilépsz az éjszakába, azért körülbelül tudod, hogy éjszaka van. Van a csillagok. Vagy nincsen, de tudod azt, hogy éjszaka van? Attól már nem ijesz meg. Tehát itt, tehát én, hogy mondjam, nem veszíthetem el a, hogy mondjam, józan eszemet, mert akkor nem tudom leírni. Tehát ennyi a komfort. A szöveg. A papír és a toll. Na, akkor olvasd meg egy kicsit. Jó, de valami komfortabb, jó valami. Nagyon vidámat. Mondjuk sok nincs benne, de... Ja, hát ez nem igen. Egy nosztalgikus vers a töményhez. Istenségnek látszó földi tűnemény, sötét vagy átlátszó jó erős tömény, kit feles pohárból a boldogtalan valódi világot hörpöl, szomja van, vár az édes lilla, adj erőt tömény. Kapom karjaimba reggelig tömém, egyél, igyál, tömjél, pinált, eredelt, aranj még a tömjén, nem kell, lefegyelt, pálinkás a pinált, vitéz, ne felejtsd, mind jó Isten, mit át, ne dőd, ne dőst, ne ejtsd, nedv, tömények. Lillák, az Isten hozott, szem, száj, kéz, méh kíván, a nektár csorog,
Szent Szatmári Szilva, kóser, unikum. Kérdem ma, a berúgva, holnap, mit iszunk? Másnaposan mit kecsegtetsz? Hogy nevessek én? Kétes kedvet miért csepegtesz még most is belém? Csak ma magam maradjak. Rám tör még akkor, fekszem macskajajban, volt vagy hét akó, s rengeteg rekesznyi. Van még pár pohár, s a poharát kiteszi, a halál. Így áll. Én anyja meg állott, vagy csak a por meg pára, testem fölve, fáradt lelkem egy pohárba. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, itt voltatok. Sajó László Aszfalt Anyja című könyvét könyvéről beszélgettünk, és gondolom, hogy dedikálsz, Laci, ugye, hogyha itt van rá. Köszönjük szépen. Én köszönöm.